Ez egy gyógyír az egyszerű embereknek, egy nagy gyógyír a zene. Olyan öröm volt mindenki részére, hogy fel se tudtuk fogni, hogy tulajdonképpen miben vettünk részt. Ez megmarad az emberben. Elkezdődött a koncert, és egy csodát éltünk meg. Én azt hiszem, hogy minden alkalommal, hogyha zenélünk, annak meg kell, hogy legyen a maga ünnepe és maga különlegessége. október 21-én különleges eseménynek adott otthont a Körösladányi Református templom. A reformáció 500. valamint a tiszántúli református egyházkerület megalakulásának 450. évfordulóját nagyszabású hangversennyel ünnepelte a település gyülekezete. A cél az volt, hogy szokták mondani, 500 év az nem adódik olyan gyakran, hogy valamit 500 éveset ünneplünk, és ezért gondoltuk, hogy valami olyan alkalom legyen, ami köré tudjuk építeni az egész évet. Ugye rengeteg emléktáblát avatnak, rengeteg szobrot emelnek, rengeteg olyan dologról emlékeznek meg, vagy mutatnak fel ma a jelen egyházában, ami a múltra mutat, a nemes és szép múltra. De nagyon kevés dolog mutat sajnos a jövőbe. És a zene az egy olyan közös nyelv, mint ahogy tapasztaltuk itt a koncert alatt is, hogy az is, aki nem érti a nyelvet, érzékeli ennek a csodálatosságát, érzékeli a gyönyörűségét. Zenészek biztosan vitatkoznának velem, de a zene az nem cél. A zene az ugyan okoz élvezetet és gyönyörűségét, de a zene az mindig hordoz magában valamilyen üzenetet. Ezt kihámozni. Ez egy nagy feladata a mai embernek, mert hogy épp azért, mert nem ismeri ennek a nyelvnek a szavait, a mondatait, a kifejeződéseit, és amikor újra rácsodálkozik erre, akkor viszont rájön arra, hogy van valami gyönyörűség ebben a világban, amit eddig nem ismert. Kicsit ebbe a kontextusba próbáltuk helyezni ezt az alkalmat, és lám meg is történt a cél, hiszen rengeteg olyan hallgató volt itt a koncerten résztvevő, akik nem templomba járók, de van már bennük egyfajta természetesség, hogy átlépjék a templom küszöbét, hiszen a hitben gyökerezik a kultúra, és a kultúrában gyökerezik a mi keresztény identitásunk, és a kettőt erőszakkal ugyan próbálják elválasztani egymástól, próbálták, de látható, hogy ott valahol legbelül az ember lelkében ez nem nagyon sikerül, egybe marad és összeér. Csak sírok, rívok, nagy nyavadám. Az egész történet az úgy alakult, hogy én kedves tanáromat, Berkesi Sándort felhívtam, hogy szeretnék itt valamit, még nem tudom, hogy mit, de szeretnék valamit az 500 év kapcsán, és ajánlott nekem kórusokat, jobbnál jobbakat, és mondtam, hogy ezek mind nagyon igényesek, nagyon jók, de én valami monumentálisabbat szeretnék. Énekeltem már én is kórusban a Psalmus Hungaricust, és úgy valahogy összeért ez a dolog, hogy na, az jó lenne, hogyha egy Psalmus megszólalna itt, nagyon időszerű és nagyon szép és monumentális. És akkor mondta, hogy hát akkor ajánlja nekem Somogyító Dánielt, hiszen ő vezeti a Kodály Filharmóniát. Felhívtam Dánielt, és mondtam, hogy refantos lelkész vagyok, szeretnék a templomban egy nagyszabású koncertet. És azt mondta, hogy semmi akadály, bár látnia kell a templomot, hiszen egy filharmonikus zenekart, hozzá kórus nem lehet olyan könnyen berakni bármilyen templomba. Természetesen, hogyha olyan megkeresés van, aminek van egy rangja, vagy van egy a mi missziónkhoz köthető fokozott értelme, akkor a legnagyobb örömmel teszünk neki eleget.
ugye Kodályév zajlik. Az, hogy ez párban a reformáció 500. évfordulójával egy Kodály és Mendelssohn koncert ígéretét hordozta, hát nagyon örültem volna még abban az esetben is, hogyha nincs olyan kötődésem, mint amilyen van. Somogyi Tóth Dániel édesanyja és nagyszülei Köröstadány szülöttei. Emellett a Kodály Filharmónia igazgatója, művészeti vezetője is itt a térségben kezdte pályafutását. Mégiscsak megérkezett és eljött, megnézte a templomot, hogy hogyan tudunk ide, meg hová tudunk ide berakni egy egész zenekart, meg egy kórus, hiszen tele van padokkal a templom, hiába 7-800 ember elfér, nagyon hely nincs arra, hogy még betegyünk ide egy zenekart, úgyhogy ő mondott egy merészet, mégpedig, hogy bármi módon ez neki személyes missziója, hogy itt koncert legyen, én megmondtam egy merészet, hogy meg fogjuk oldani, hogy beférjen ide a zenekar, és hát az önkormányzat segítségével végül sikerült is. Ugye mivel műemléktemplomról van szó, hiszen 1776-os építésű a templom, Köröslány legrégebbi ma is álló épülete, ezért nem lehet akármihez hozzányúlni, főleg nem a templompadokhoz, és akkor azt gondoltuk, nemes, egyszerű paraszt észre lehet ezt mondani, hogy akkor a padokhoz nem nyúlunk, hanem fölé emelünk egy emelvényt, egy pódiumot, egy színpadot, és akkor azon lesz majd a koncertadó zenekar és a kórus. Én láttam a Kovács Tibor lelkész úr szemében azt az elkötelezettséget, hogy ezt meg fogja csinálni. Ő olyan komolyan veszi ezt, látszott, és olyan részletekre kiterjedő módon állt ez a dologhoz hozzá, hogy én azt gondoltam, hogy meg fogja csinálni. És tényleg megcsinálta, az a színpad tényleg ott állt, felfértünk rá, és elfért a kórus is, és aztán az a két mű, mind a Kodály mű, mind a Mendelssohn mű elég erőteljesen meg is szólt szólni. A koncert megrendezését ugyan pályázat is segítette, azonban a Körösladányi Önkormányzat támogatása meghatározó volt. A pályázatoknak az a sajátossága, hogy amikor az ember elkészítésbe adja, akkor kis valószínűséggel tudja a végeredményt, és előfordulhat az is, hogy nem nyer. Viszont egy ilyen monumentális, fogalmazhatunk így, rendezvénynek a létrehozásánál azt nem lehet megcsinálni, hogy ha nyerünk, akkor gyertek, ha nem nyerünk, akkor sajnáljuk, de akkor nem tudunk fizetni, nem tudjuk biztosítani a helyet. És azért Körösadányban a képviselőtestület összetétele az mindig különböző nézetekkel volt színezve, de egy közös volt az elmúlt években, hogy soha nem a pártova tartozás alapján születtek a döntések. Ez nem csak ebben a koncertben mutatkozik meg, hanem egész településünkön, hogy senki nem azt nézi, ki emeli a kezét, ki nem, mindenki elmondja a saját kis mondandóját, vidéken vagyunk, egyenesen a másik személyben, és akkor ez a napon addig forgatjuk, míg egyhangulag nem döntünk, és akkor nincs az, hogy én ezt támogattam, vagy nem. Na most ezzel az esetben is ez volt a helyzet, hogy felvetődött a kérdés, hogy szeretnének egy ilyen programot megvalósítani, és a képviselőtestület gyakorlatilag vállalt azt a kockázatot, fogalmazunk így, bár bízva a kormányzati szándékban és a pályázat kiírójának a szándékában, hogy azért a jó programokat azt támogatni fogják, mint ahogy támogatták is, úgy utólag már könnyű beszélni róla, de vállalt a képviselőtestet, hogy közreműködünk ennek a létrehozásában, ha nyer a pályázat, ha nem. Ez egy olyan helyszínnek a zenével való betöltése volt, ahol valószínűleg ilyen nem történt soha. Tehát ilyen méretekben. Hát ilyen méretekben valószínűleg nem történt soha. Tehát nem hiszem, hogy a Samus Hungaricus valaha megszólhatott volna, hiszen ahhoz kellett volna építeni korábban is egy színpadot, és az, arra azért valószínűleg lennének emlékek, hogy ez megtörtént volna. Ugye a templom történetének csak az utolsó harmadát jelenti az időszak, amikor a Samus Hungaricus elkészült, amikor már létezett. Tehát biztosan nem létezett, nem hangzott még ott el. Ez egy fontos pontja volt az évadnak, mert
olyan helyre vittük el, a számos hungarikus, ahol biztos, hogy soha nem hangzott még el, és ahol maga a klasszikus zenei oratórikus koncertnek a lehetősége, az egy nagyon nagy különlegességnek számító esemény, és ilyen módon egy új dimenziót adott ottani lakosoknak.
Amikor Békés Csaba felől jön az ember, beleütközik a körösbe, a körös fölött ugye átível egy híd, és ahogy felmegyünk rá, egyszer csak meglátjuk a városból az egyetlen kicsúcsosodó, vagy legelőször kicsúcsosodó épületet, ez a református templom, és ahogy ezt láthattad te is, a fizikai központja az nem a város központja, a város központja egy kicsit félreesik a településen, tehát valahol a szélén húzódik, és amikor átjövök ezen a hídon, vagy amikor először megláttam, még nem itt szolgáltam, akkor arra gondoltam, hogy ez a templom itt őrálló, itt fáklya, itt egy obeliszk, egy jelzőtorony, valami, amit mutat, úgyhogy esetleg már oly sokszor elmentek mellett, hogy észre sem vették. Én erre a templomra mindig így tekintek, hogy mint egy Istennek egy kinyújtott karja felfelé, hogy itt vagyok, figyelhettek rám, megláthattok engem, hallgathattok engem, mert van helye ma is az igének. Templom és zene monumentalitása. Kőtömbök és hangsorok páratlan egysége valósult meg ezen a különleges estén. A monumentalitása az azért volt fontos, hogy lássák, hogy a komoly zene az nem valami, amit nem annyira fontos csatornákon, nem annyira fontos idősávokban vetítenek idős magukkal mit kezdeni nem tudó embereknek, hanem az egy olyan valóság, amiben ha belép az ember, akkor szinte más dimenzióba kerül. Ugye akkor, amikor a Mendelssohn 42. Zsoltárnak megszólal az utolsó tétele, akkor az ember elkezd azon gondolkodni, hogy vajon kibírja az épület? Vajon kibírja a talaj a lábunk alatt? Vajon kibírjuk-e mi magunk ezt a monumentalitást, ezt a nagyságot? Érdekes az, hogy bennem amatőr zenészként, mert még zenésznek sem mondom magam, csak olyan valakinek, aki szereti a zenét, és próbálkozik vele már gyerekkora óta, nagyon nehezen ért össze Mendelssohn mondani valója, zenei megfogalmazása, és a 42. Zsoltárnak a szövege. Az, ahogy oda kívánkozik a szarvas, valami meghittséget, valami gyengétséget beszél el, vagy azt várnánk, és közben jön valami, ami megremegteti az ember térdét, meg a lelkét. És talán Mendelssohn is úgy gondolta, hogy a vágyódásnak a jelenete az szép és nyugalmas, de az a belül feszülő vákum, hogy nekem erre szükségem van, az viszont egy egészen nagy és kitörő érzés, hiszen az állat, amikor szomjazik, és ha nem kap vizet, és hogyha az ember szomjazik, vagy a lelke szomjazik, és nem kap igét, akkor ez a szomjúság nagyon-nagyon mélyen megérinti, és egy idő után élet-halál harc lesz, és az élet-halál harc az monumentális.
Yeah.
Aki minket teremtett, és hiszem, hogy minket csak is jóra teremtett, és bölcsességet ad, hogy meg tudjuk különböztetni, mi a jó, meg mi a rossz, és talán a jót tudjuk mi, akik hívők vagyunk követni, igyekszünk követni legalábbis. Szóval erre ráfókuszálni ennél nagyobb dolog nincsen, és azt hiszem, hogy ez a zenei produkció, ha mondhatom így, mert tisztelettel mondom ezt a szót, ez rá teljesen ezt bizonyította nekem legalábbis, és azt hiszem, hogy az a áhítat, ami ott volt, amit együtt átéltünk, az azt hiszem, hogy ezt is bizonyította, hogy milyen nagy a mi Urunk, hogy ilyen zeneművek születhettek, hogy vannak olyanok, akik ilyen színvonalon ezt elő tudják adni, és értő, nem értő fülek előtt, mert voltak ilyenek olyanok, ezt mi be tudjuk fogadni. Együtt lenni ekkora rendezvényen szinte lehet, hogy több ember már nem is fér volna be. Nagyon sok ismerős is megjelent különböző gyülekezetekből, és egyre több embert ismerünk így meg, akikkel találkozunk különböző alkalmakon, és ők is köszönetet mondtak, amiért. Tehát egy közösségben tölthették el ezt a gyönyörű estét. Ami itt egészen elvarázsolt engem is, hiszem mindenkit, hogy mennyien voltak. Aztán az, amikor meg úgy emlékszem, nagyon emlékszem rá, hogy jöttünk le a színpadról, és ameddig az utolsó művész ki nem ment, az utolsó, tehát úgy értem, 100 művész körüli létszám volt a színpadon, a zenekar, énekkar. Mindenki, az utolsó ember is elhagyta a színpadot és a templomot, addig végig tapsoltak. Egyszerűen az ember vágyik arra, hogy találjon
nem szürke hétköznapokat. Vágyik arra, hogy felemelkedjen, vagy felülemelkedjen az életnek a terhein. Valahol az életnek az íze az veszett el, én azt gondolom, az emberekben. És ezeket egyébként nagyon jól és nagyon könnyen elő lehet csalogatni, mert az ember vágyik arra, hogy valami többet tapasztalhasson. Egy ilyen kis településen, akár egy ilyen koncert, akár egy olyan lelki alkalom, ahol az embert kirántjuk ebből, mostanában sokszor mondjuk ebből a komfortzónájából, akkor rádöbben arra, hogy az asztal sokkal inkább telítve van, mint ahogy azt gondolja. Ez a fajta ráhatás az, vagy nyílt behívás, vagy konkrét meghívás az, amire szüksége van az embereknek, mert nem találják meg az utat a közösségbe. Én minden nap megerősödöm, akkor, amikor jön valami impulzus, ami visszamutat arra, hogy az, amit csinálunk, az jó. Az Istennek tetsző, és annak lenyomatai vannak az emberek lelkében. Amikor jön egy olyan tekintet, egy olyan készfogás, egy olyan köszönöm, amiben egy picit érzem, hogy ez nem a személyemnek szól, hanem annak, hogy erre szükségünk volt. Köszönjük, hogy ezt a szükséget töltjük be, vagy töltik be. Hát azt gondolom, hogy ez mindig egyszerre hálára, meg arra a nyugalomra vezeti az embert, hogy érdemes, és az Úristen tetszésére van az, amit csinálunk.